Aki figyelmesen jár a Varga Dezső Sportcentrum környékére, az nagy sürgés forgást lát itt az utóbbi időben. Mi ennek az oka? Az önkormányzat nyert egy területi operatív program keretein belül egy pályázatot, toppos pályázat, mi így szoktuk hívni, egy energetikai beruházásról van szó. A tavalyi évben kiírásra került a közbeszerzés, az lezajlott, meglett a nyertes kivitelező, január 31-én alá tudtuk írni a kivitelezési szerződést, illetve egyben már munkaterületet tudtunk biztosítani, és most annak a munkálatai zajlanak éppen. Milyen munkálatok lesznek ezek? Azt mondtad, hogy jó részt energetikai beruházás, de pontosan mit takar ez? Az energetika az főként gépészeti megoldások, elektromos megújulást jelent, illetve hőszigetelőrendszert a panelok felüli oldalon, a főfalnál, ott közegyapotos megoldás lesz a párakicsapódás miatt, hiszen arra vannak a zuhanyzók, a többi részen hungarocell megoldással, tetőszigetelés lesz benne, kamerarendszer lesz benne, most éppen a tereprendezés megy, mert lesz egy parkosítás is. Azt tudni kell, hogy sokan mindig azt mondják, hogy vannak ezek a fakivágások, ugyanúgy, mint a paneloknál történtek. Itt is azt érdemes hozzátenni, hogy benne van a pályázati kiírásban, hogy új fákat is fogunk ültetni. Itt is szakértőket vontunk be, illetve a szépségszalonból is jött megkeresés az önkormányzat irányába, hogy amikor ezek a szélsőséges időjárások vannak, akkor félnek, jobb lenne, hogyha kivágásra kerülnek ezek a fák. Ezeket most meg fogjuk oldani. 20 fa lesz első körbe ültetve, azt érdemes tudni, 10 kültéri pad lesz még benne, kamerarendszer lesz még benne, és komplett eszközbeszerzés is. Most az összeget azt nem mondom, de minden öltözőbe új öltözőbútorzat lesz, illetve kialakításra kerül egy konyha is a klubhelyiségbe. A klubhelyiség is teljesen megújul, ami most eddig konyha, illetve WC funkcionált, abból egy mozgáskorlátozott WC kerül kialakításra, mozgáskorlátozott parkoló rámpával, minden együtt, hogy annak a tételeknek is meg tudjunk felelni. Én úgy gondolom, hogyha az egész megvalósul, és akkor nem beszélve a kerítésről, a sportutcai szakasztól egészen a panel, illetve a magyar kertek sarkáig egy pontheggesztett kivitelbe kerülne kialakításra kerítés. Ezen kívül a kapuk is leszerelésre kerültek, teljesen új kapuk lesznek majd a létesítménybe. A hátsó részen ott egy sima dróthuzalos kerítés kerül kialakításra. Én úgy gondolom, hogy hosszabb távon most azért le lesznek rakva az alapjai, és akkor talán újból méltó lesz a Varga Dezső névhez. Igen, ezt szerettem mondani, hogy gyakorlatilag, ha ezek a beruházások végigmennek, akkor szinte teljesen meg fog újulni maga az egész sportpálya, és talán még vonzóbbá válik majd az ifjabb korosztály részére is, hogy ide jöjjön. Hát így van, most az első rész, ez a parkos részsel is már megy bent a gondolkozás, hogy mit tervezünk belőle, mert itt a rendezvényekhez kapcsolódóan is emlékezünk vissza, amikor régen csak ezen a helyszínen ment a rendezvény, akkor nagyon sűrűnek találtuk. Most azon a részen is biztos, hogy lehetne megfelelőképpen hasznosítani. A sportpályára visszatérve még, ugyebár vannak ezek a TAU-s pályázatok, a centerpálya világítására adtuk be körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy azt valósítanánk meg. Kevesebb keretösszeget kapott a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség, így ezáltal mi is a beadott összegnek körülbelül az 1/5-ét kaptuk meg. Ezt is most fel kell használnunk, illetve az idei évre már ezt tovább gondolva a két pályának az automata öntözőrendszerét szeretnénk megvalósítani, úgyhogy tényleg most már komplexebben lehet kezelni az egész dolgot a létesítmény ügyileg. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép, ebbe a környezetbe nagyon jól beleillő létesítményt kap Peremend, nem beszélve arról, hogy így most együtt kezelve a kettő helyszínt, itt a panelok környékét, a Bartolajos tér, itt most a sportpálya, én azt mondom, hogy egy égköve lehet Peremendnek.